Együtt az idősekért a szépkorúaknak indított programokat mutatták be az idősbarát önkormányzatok képviselői. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, bár egyre több nőt érint a probléma, a szűrésekre még mindig kevesen járnak. Különleges robotok és a jövő járművei, rengeteg program várta a látogatókat az Óbudai Egyetemen a kutatók éjszakáján. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Folyamatosan bővül az időseknek szóló programok köre a hegyvidéken. A demencia megelőzése érdekében például hamarosan online memória szűrés indul. Az új kezdeményezéseket is bemutatták azon a hegyvidéki konferencián, amelyen idősbarát önkormányzatok képviseltették magukat. A rendezvény célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet az aktív idősödést segítő ötletekre. Mi az az idő, ameddig eláll egy méz? Tehát, igen, ott volt egy 1000 év. Történelmi, képzőművészeti vagy éppen egészségügyi témákról is hallhatnak a Szalon Egyetem szépkorú hallgatói a kulturális szalon sorozatán. Ez egy pici kis séta lesz, így most előtt egyeztetünk. Ez pedig már a normafa, ahol legutóbb egy rendhagyó sétán a környék növényvilágát ismerhették meg az idősebb korosztály tagjai, sőt a 12. kerületben már bevezették az úgynevezett zöld receptet is, ami azt jelenti, hogy receptre írják fel a sportolást. A hegyvidéken számos hasonló, az aktív idősödést segítő kezdeményezés indult el az utóbbi években. A hegyvidék lakosságának a harmada ugyanis 65 év feletti, és az országban itt a legmagasabb a várható életkor is. Éppen ezért az önkormányzat a hagyományos ellátási formák mellett több olyan programot is kidolgozott, amely az egészségmegőrzést támogatja. Ezeket is bemutatták a Lóvas úton szervezett idősügyi konferencián, amelyre az ország számos idősbarát címet elnyert településéről érkeztek résztvevők. Pár évvel ezelőtt nyert el az önkormányzat az idősbarát önkormányzat díjat, és akkor jutott eszünkbe, hogy hívjuk meg azokat, akik hozzánk hasonlóan ezt a kitüntető címet elnyerték, hogy tanuljunk egymás ötleteiből, gyakorlataiból. A hegyvidéken mintegy 3000 embert érinthet a demencia, éppen ezért a hegyvidéki szociális központban integrált nappali ellátást biztosítanak az érintettek számára, és egy új, az országban egyedülálló programot is kidolgoztak. Most indítottunk például egy szűrőprogramot, kísérleti jellege 3 hónapon keresztül, az interneten keresztül memóriaszűrés. A legjobb mutatója annak, hogy mutatkozik-e az Alzheimer-kor valakinél vagy sem. Ezekben az új, korábban vagy mások által el nem látott feladatoknak a felismerésében szerintem jók vagyunk. A Semmelweis Egyetem szakorvosa szerint a demencia tüneteinek felismerése mellett a rizikótényezők csökkentése is kulcsfontosságú. A dohányzásnak a megállítása, az elhízásnak a megállítása, kardiovaszkuláris betegségeknek a kezelése, karbantartása, mint például magas vérnyomás betegség, hiperkoleszterinémia, cukorbetegségnek a felderítése és beállítása. A megelőzésben a szellemi aktivitás megőrzése a másik fontos tényező. Ebben támogatja a hegyvidéki időseket a kulturális szalon, amelyben évente több mint 3500 programot szerveznek. Azért nagyon fontos ez a hely, mert kisebb-nagyobb közösségekben élhetnek az idősek, ahelyett, hogy otthon egyedül lennének, magányosan, depresszióban, itt közösségbe járhatnak, és sokaknak ez jelenti az élet értelmét. Ezért érdemes felkelni reggel, hogy el tudjanak menni egy kis közösségbe, ahol vagy együtt alkotnak, vagy együtt tornásznak, vagy együtt tanulnak valamit, előadásokat hallgatnak meg. A felmenőinknek köszönhetjük a jelenünket. Erről már a családokért felelős államtitkár beszélt a konferencián. Magyarország lakosságának 20%-a, vagyis minden 5. ember elmúlt már 65 éves. Világviszonylatban is megfigyelhető, hogy a születéskor és a 65 éves korban várható átlagos élettartam emelkedik. A nők esetében ez 79 év, a férfiak esetében pedig 71 év. A családokért felelős államtitkár hozzátette, az egészségben eltöltött évek száma közel 7 évvel kevesebb, mint a várható élettartam. Ezt a hézagot szociális védőháló segítségével lehet befoltozni. Egy egész konténernyi második világháborús lőszert emeltek ki a Dunából a Lánchídnál. A robbanószereket Budapest ostromakor dobták le utánpótlásként. A konténer 100 kg-nyi német puskalőszert és kézi páncéltörő gránátokat tartalmazott. Ezeket annak idején valószínűleg a Tabánhoz akarták ledobni, de célt tévesztettek. A tűzszerészek a robbanóeszközöket és lőszereket elszállították a helyszínről, később megsemmisítik őket.
Rövidesen indul a szankciókról szóló nemzeti konzultáció. A kérdőíven 7 kérdés lesz, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba elmondta, a kérdések között biztosan lesz egy a gázszankciókra vonatkozó rész. Ennek az az oka, hogy az ukrajnai háború kirobbanása után még egyetértés volt abban, hogy az energetikai szektorra nem terjednek ki majd az Oroszország elleni szankciók, azonban Brüsszelben fokozatosan felülírták ezt. Hozzátette, a júniusban elfogadott olajszankciók mellett a gázra is ki akarják terjeszteni a korlátozó intézkedéseket. Újabb 200 Bubi bicikli áll forgalomba október elején. A BKK szerint a bérbicikli rendszer tavalyi megújítása óta folyamatosan nő a Bubi kihasználtsága. Szeptemberben például volt olyan nap, amikor 16 ezeren használták az almazöld kerékpárokat. A mostani bővítéssel már 2060 kerékpár lesz elérhető. Magyarországon is emelkedik a mellrákos esetek száma a 40 év alatti nők körében. A szakemberek éppen ezért a megelőzés és a szűrés fontosságát hangsúlyozzák. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, a kampányba a Szent Margit Kórház is bekapcsolódott. Itt a Szent Margit Kórház emlőszűrő központjában is már a legkorszerűbb műszerekkel végzik a vizsgálatokat. A berendezés már a legkisebb elváltozásokat is kimutatja. Az emlőrák a hölgyek körében az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés. Világszerte évente több mint 1 millió új esetet diagnosztizálnak, Magyarországon pedig mintegy 8000 ilyen elváltozást fedeznek fel. Ez a betegségcsoport, ez a betegség az, amely azt kell lássuk, minél többet figyelünk erre a témakörre, hogy nincs olyan család, akit ne érintene. Vagy feleséget, vagy leányzót, vagy édesanyját. Egyre több ember a körülöttünk levők között, akik érintettek ebben. Az emlőrák leginkább a 45 és 65 év közötti hölgyeket veszélyezteti, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az ennél fiatalabb korosztály tagjai közül is egyre több az érintett. Van egy szembetűnő tendencia világszerte, és ugyanezt látjuk Magyarországon is, hogy több a 40 év alatti emlőrákos beteg. Pontosan az okát nem tudjuk, de egy biztos, hogy az ismert rizikofaktorok közül az elhízás emelendő ki, mert világszerte 40 év alatti nőknél kimutatták, hogy 40%-uk elhízott, és ez az emlőráknak egy rizikofaktora. A szűrés akár életmentő is lehet. A mellrák elleni küzdelem hónapjában, vagyis egész októberben erre hívják fel a figyelmet. A mellráknak 4 stádiuma van, és nem mindegy, hogy milyen stádiumban diagnosztizáljuk. A legrosszabb a 4-es, az egy áttétes stádium. De áttétes stádiumban is nagyon sok kezelési lehetőség van, de teljes gyógyulást ott nem tudunk ígérni. Ezzel szemben, ha valakit egyes stádiumban diagnosztizálunk, ami azt jelenti, hogy csak a mellbe van egy csomó, a hónai nyirokcsomóban nem is jutott el a daganat, akkor azokban az esetekben biztosíthatjuk, hogy gyógyulásra számíthat a páciens. A leginkább veszélyeztetett csoportba tartozó nők 2 évente meghívót kapnak a szervezett szűrésekre. A statisztikák szerint azonban még mindig csak 10-ből 4 hölgy vesz részt a vizsgálatokon. Ennek az aránynak a javítása és a szűrésekkel kapcsolatos tévhitek eloszlatása is célja az októberi kampánynak, amelyben a Szent Margit Kórház is részt vesz. A kezdeményezéshez ismert sportolók is csatlakoztak, köztük például Pelle Anikó világ és Európa-bajnok vízilabdázó is, aki pozitív példákról is beszámolt. Anyósom is átesett ezen a betegségen, és a keresztanyám is. Szerencsére ők, lekopogom, hogy az 5 éves cikluson túl vannak, tehát ha jól tudom, ugye 5 év után mondható az, hogy gyógyultál, nyilvánítható egy beteg. Természetesen követik továbbra is a kontrollt. A Szent Margit Kórházban mammográfiai szűrésekre várják a hölgyeket a mellrák elleni küzdelem hónapjában is. 15.699 SMS-t küldött, és még ennél is többször hívott egy zaklató egy budapesti nőt. A férfi egy könyveladása kapcsán kezdett el levelezni a nővel, aki a telefonszámát is megadta, csak hogy egy idő után már személyes dolgokról is érdeklődni kezdett a férfi. Összesen 15.707 alkalommal hívta fel a nőt, aki letiltotta a számot. A zaklató ezután kéretlen üzenetekkel bombázta a nőt, aki végül feljelentést tett. Az első kerületi rendőrök kihallgatták az illetőt, a nyomozás iratait pedig már az ügyészségnek is elküldték.
Rengeteg program várta az érdeklődőket az Óbudai Egyetemen a kutatók éjszakáján. A látogatók különleges robotokat és a jövő járműveit is megismerhették. 1943-ban forgalomba helyezett, de még ma is használatos mozdony irányítása mobiltelefonnal, sebészeti robot segítségével tökmag és szőlőszem megműtése, humanoid robotok képességeinek tesztelése és a világ jelenleg legtisztábban működő személyautójának üléspróbája. Mindez csak ízelítő abból a színes repertoárból, ami az Óbudai Egyetemen fogadta az érdeklődőket a kutatók éjszakáján. Délután 2-től voltak nálunk az általános iskola felső tagozatosokból egy igen nagy csoport. Úgy látjuk, hogy a legnagyobb népszerűségnek egyébként a hidrogén meghajtású autó tűnik, és a Forma 1-es szimulátor, de ugyanilyen nagy látogatottsága van a drónoknak és a virtuális és a augmented valóság alkalmazásoknak is. Ezt mondta a rektor helyettes a késő délutáni órákban, amikor már sokkal inkább a kicsit idősebb, azaz leendő egyetemista korosztályra koncentráltak. Ezzel együtt végig közérthető magyarázatok és bemutatók zajlottak az egyetem központi épületében, és a különböző karok 8. illetve 14. kerületi épületeiben is. Jó példa erre a már említett hidrogénhajtású autó bemutatása. Kémia órán általános iskolában szerintem nagyon sokan találkoztak azzal a kísérlettel, amikor egy lapos elem, 4,5 voltos lapos elem segítségével vízből hidrogént és oxigént állítottuk elő. Ez az autó ugyanezt csinálja, csak fordítva. Oxigénből, ami a levegőben van körülöttünk, és a magával vitt hidrogénből csinál elektromos áramot. Azt kell mondani, hogy ez egy teljesen magától végbe menő kémiai folyamat, teljesen biztonságos. Szilasi János azt is elmondta az érdeklődőknek, hogy a hidrogén a legdemokratikusabb energiahordozó, hiszen mindenkinek a kertjében, házában előfordul víz formájában. Tehát saját magunk elő tudjuk állítani környezetkárosítás nélkül napelemek segítségével. Az ehhez kapcsolódó kutatásokról előadás formájában is tájékozódhattak a vendégek, mint ahogy a robottechnikában rejlő lehetőségekről is részletes információkat kaptak a robottechnikai központban. Van itt ugye ez a robotsebészeti alkalmazás, van egy laboratórium automatizálási robotrendszer, ahol a mikroszkóp mintákat ismer fel automatikusan és mozgat a robotkar, van egy robotlabirintus, amit egy tablet segítségével érintéssel lehet irányítani. A robot végigvezet egy szerszámot egy labirintuson, egy tészta labirintuson. A robottechnikai központban dolgozó Da Vinci sebészeti robotrendszer után jelentős időbeni és tudományos távolságot kellett áthidalni az érdeklődőknek, ha az egyetem előtt álló V43-as Szili mozdony belsejére és működésére is kíváncsiak voltak. Sokan megtették ezt és csodálkozva látták, hogy a részben kiégett majd 80 éves technika korát meghazudtoló intelligenciával van felvértezve. A kollégák elkezdtek rajta dolgozni, és elkezdték restaurálni a kiégett mozdonyt, és elkezdték visszaállítani a funkcionalitását. Először megtörtént a hagyományos funkcionalitás visszaállítása, és utána pedig elkezdtük okosítani a mozdonyt, kapott internetkapcsolatot, most már megoldható azt is, hogy mobiltelefonról lehessen a pantográfokat felengedni, leengedni, végzárlámpát bekapcsolni, reflektorokat bekapcsolni és egyéb funkciókat. A kutatók éjszakáján tapasztalt érdeklődést az Óbudai Egyetem szeretné fenntartani a fiatalokban. Ezért a STEM, vagyis a matematikai és mérnöki tudományok területéhez kapcsolódóan szakköröket, táborokat és nyári egyetemeket is tartanak számukra. Felújítás kezdődött a fogaskerekű pályáján, a munkák egyszerre több helyen is zajlanak. November 17-éig ezért nem járnak a szerelvények, az utasokat a 60-as jelzésű pótlóbusz szállítja. Megtisztul a váralagút, az FKF hétfőtől péntekig éjszakánként mossa az alagutat. A munkák este 10:30-től hajnali 4:30-ig tartanak. Az autósok ebben az időszakban nem használhatják a váralagutat. A lezárás a BKK járatait viszont nem érinti. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!